sporttalálkozó alkalmával. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok. Nagyon vártuk ezt a napot, hogy ennyien összejöjjünk, és ennyi embert fogadjunk, és még vendégeljünk, és hogy sportoljunk együtt. Na most a sport, azt tudjátok, hogy miből áll, mi nekünk nyugdíjasokból, hogy mit csinálunk, de én azt hiszem, hogy le fog menni simán minden. Szeretném, ha nem lenne vita, nem lenne szócsata. Ennek kapcsán üdvözlök még egyszer mindenkit, és akkor menjünk a sporttalálkozóra. Köszönöm. Még szeretném kérni a csoportvezetőnek, hogy jöjjenek oda be az irodába, hogy megbeszéljük a folyamatokat, hogy is mert a másik meg az, hogy ez nem egy ilyen vére, ez egy barátságos valami. Mindenki adja a tudását. Szeretném, tegye vele egy másik. Mindig becsüljük és szeressük, mert rövid az élet, és az a szép, mikor még így össze tudunk jönni, és szeressük egymást. Én nagyon örülök neki, mikor így találkozunk a barátainkkal, a túloldalról, a bánátiakkal, és akkor akik mi közöttünk vannak, és ettől szebb, higgyétek el, hogy soha nem kell. A barátság, a testvériség, egység az még ma is érvényes.